Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepségünk hagyományainknak megfelelően koszorúzással folytatódik a 48-as emlékhelyeknél. Elsőként a Petőfi emléktáblánál, a Harsányi Bálint emlékműnél, végezetül a Kossuth emléktáblánál. Hajdúszoboszló város önkormányzata részéről az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére koszorút helyezel Szegrédi Gyula polgármester, Harsányi István önkormányzati képviselő. Következőkben Hajdúszoboszló díszpolgárai helyezik el a megemlékezés koszorúját. Bozók Idénes, Galán Fiatás és Hasi Hasi. Történelmi egyházak képviselői helyeznek el koszorút, Szent Norbert református rendőr, az Ignátius római katolikus plébános esperes és Fekete András görög katolikus parók. Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság nevében koszorút helyezel dr. Gali Sándor rendőrezredes rendőrségi főtanácsos kapitányság nevében. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda nevében Nagy Marianna óvodavezető és Ecsediné Kosztel Ágnes tagóvodavezető helyezik el. Tanítási nyelvi általános iskola koszorújára Misztrálné Karácsony Beáta és Györgyi Máté intézményvezető természetesen helyezik el. Beretőfalui tankerületi központ tagintézményei képviseletével Németülő Kilek Franciska intézményvezető és Antalné Császi Erika intézményvezető helyettes koszorút. A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény képviseletében koszorút Nagy Mégele a délibattakó. Bocskai István Múzeum képviseletében Nagy István főmuzeológus helyezett. A Magyar Szocialista Párt Hajdúszoboszlói szervezete nevében koszorút helyezel Kis Gábor az MSZP nyugdíjas tagozatának országos elnöke, az MSZP Hajdúszoboszlói szervezetének elnöke és Török László az MSZP Hajdúszoboszlói szervezetének elnöke.
Hajdúszoboszlói Lomasport és Hagyományőrző Sportegyesület képviseletében, Mester Robert elnökségi tag és Vég Orsolya Tudor Egyesület alkalmazott. Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület részéről köszönjük a Bupa László elnök és Gönczi Lajos alelnök. Koszorúzásunk a Harsányi Bálint emlékművel folytatódik. Koszorúját elsőként elhelyezi Bodó Sándor országgyűlési képviselő. Önkormányzata nevében Zegléri Gyula polgármester úr és Harsány István önkormányzati képviselő köszönt. Történelmi egyházak képviseletében Cető Norbert református lelkész, dr. Lindák József római katolikus plébános esperes és Fekete András görög katolikus parókus koszorúzva. A
Magyar Vörös Kereszt területi szervezete nevében Nyéki István elnök helyezett koszorút. Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület nevében koszorút helyezel Buka László elnök és Gönczi Lajos alelnök. Megemlékezésünk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot.